Itt vagyunk a Kőbánya Dozsóban, aminek van egy sokkal hosszabb és sokkal bonyolultabb neve, de megkérnélek, hogy mondd ki, hogy hogy hangzik egész pontosan a hivatalos elnevezés. IKO Kyokushin Stílus Szervezet Sport Egyesület. Ezt az előbb megtudtam, hogy a dozsó ugye edzőtermet jelent, és amit most itt hallottunk, az egész pontosan mit jelent? Hát a IKO Kyokushinkai az az International Karate Organization, abból van az IKO, és a Kyokushinkai az pedig ennek a harcművészetnek a neve, tehát a Kyokushin karatét csináljuk mi itt a dozsóban. És a karaténak ezek szerint sokkal többféle válfaja van, mint gondolnánk, ez mit jelent, ez melyik fajtája? Hát úgy szoktuk fogalmazni, hogy ez a legerősebb karate, amit választhatnak a gyerekek, mert többféle, jól mondott, többféle szakág van. Igazából a versenyrendszer meg a felépítés a különbség. Vannak olyan karaték, ahol a versenyrendszerben ilyen érintőleges küzdelmek vannak. Mi azt gyakoroljuk, mikor teljes erővel ütjük, rúgjuk egymást. Szóval itt van, tehát hogy ebben tudom így elmondani a különbséget. Igazából nagyjából a felépítés hasonló minden karaténál, csak a versenyzési formák, meg tehát hogy így a felépítése, ez az, ami így, hogy mondjam, tehát hogy különbség. Megkérdezhetném, hogy milyen érzés beleszületni ebbe az egészbe, de nem tudod, hogy milyen az, amikor az ember nem születik bele, de ugye nyilván édesapád révén ez adott volt, hogy benne vagy valaminek a közepében. Mi fogott meg benne? Igazából ugye én úgy nőttem föl, hogy itt laktam bent, vagy hogy mondjam, tehát hogy amikor apu edzést tartott, én akkor is itt voltam, és akkor mikor már olyan totyogó voltam, hogy bent tudtam állni, akkor már beálltam, és én beleszerettem az egészbe. Tehát én nekem, mikor már fölnőttem, akkor is ez az egész életem lett, tehát hogy nem foglalkozok mással az edzésekkel, tehát hogy minden ezzel kapcsolatban ez tölti ki az életemet. Én nagyon megszerettem a karatét azért, mert egy ilyen, hát hogy mondjam, egy család vagyunk, és a közeg olyan más, mint máshol. Tehát, hogy én ezt nagyon megszerettem. Említetted, hogy totyogosként, akkor az azt jelenti, hogy egészen pici korban, nagyjából hány éves korban lehet elkezdeni? Nyilván egyéntől is függ. Igen, 3-4 éves korban én is úgy voltam bent a csoportban, hogy 3-4 évesen körülbelül már bent álltam. Igaz, nem fogok úgy mozogni, mint egy 10 éves, de már 3-4 évesen a képességfejlesztő gyakorlatokat ugyanúgy, tehát hogy meg tudják csinálni. Igaz, egyénfüggő, tehát hogy attól függ, hogy tudnak csoportban dolgozni, de többnyire, hogyha óvodások együtt vannak, együtt azért sikerülni szokott nekik. Úgyhogy 3-4 évest mondanék. Azt mondtad, hogy képességfejlesztő, milyen képességeket lehet itt fejleszteni? Hát igazából ehhez a sporthoz minden képesség kell. Ugye hát kell ütni, rugni, a kezedet, lábadat használod, nagyon fontos a koordináció, a figyelem, megtanulnak figyelni, tisztelettudóak lenni, tehát hogy elég sok mindenből tevődik össze. Nem elég, hogy csak mondjuk pattogtatod a labdát vagy dobod, hanem mindent használnod kell. És melyek azok a képességek, amelyeknek a megléte vagy egy fejlettebb létezés valakit jobb harcossá tehet? Hát én azt szoktuk, itt mindig azt mondjuk nagyon sokszor dozsóban, hogy minden fejben dől el, de szerintem minden sportágra ugye vonatkozik ez, de azt mondom, hogyha jobban tudnak koncentrálni és kitartóak, akkor tudnak magas szintre eljutni, tehát hogy akkor tudják évekig csinálni. És nagyon fontos, hogy ugye mivel japán harcművészetről beszélünk, itt a monotonitás nagyon megvan, tehát hogy nagyon sokszor gyakorolsz be egy mozdulat sort vagy mozdulatot magát. Tehát van olyan mondjuk ütés, amit több tízezerszer meg kell csinálnod ahhoz, mire nem mondom, hogy tökéletes lesz, hanem a közelébe leszel. Milyen jellegű foglalkozások vannak állandó jelleggel, és mik vannak szezonálisan? Hát ezt úgy szoktuk felépíteni, hogy vannak, amikor versenyszezon van. Most igaz, ugye tudjuk, hogy volt ez a vírushelyzet, a versenyszezon így egy kicsit tolódott, mert ugye nem volt az előző fél évben versenyünk, ugye többnyire lefújtak minden. Úgyhogy most ahhoz nem igazodtunk, viszont nyáron van egy nagy nyári táborunk, ahol övvizsgáznak a gyerekek, így a övvizsgának a vizsgaanyagát gyakoroljuk be, tehát hogy az arra gyakorolunk többet. Övvizsgáról akkor beszélünk, mikor szinteket lépnek a gyerekek, akkor fognak ugye átkerülni egy magasabb övszint, narancsága, kék, citromsárga, zöld, barna, fekete, tehát van elég színes a paletta, és ilyenkor arról beszélünk, hogy megszerezd a következő övet, akkor a tudást szerzed meg végül is, nem az övszint, és erre gyakorolunk, hogy minél jobbak legyenek. Itt most egy 5 napos tábornak a 4. napján vagyunk. Mi az, amit 5 nap alatt lehet csinálni?
Hát sokat edzeni. Igen, kisebbekről is van szó, de nekik napi két edzésük van. Az egyik edzés az szintiszta karate, tehát hogy tömény karate, így mondanám. Karate gyakorlatokat gyakorolunk. A második edzés meg kint szoktuk tartani itt a köszi előtt a parkban, és akkor az egy kicsit ilyen játékosabb edzés, sok többet futunk, valamikor vízipisztolyozunk edzés alatt, tehát hogy másik fajta feladatokat építek bele. De nagyon fáradtak már, most látom, hogy azért ugye mindent meg akarnak élni. Ez látszik, hogy mindent szeretnének, amit kitalálok, mindent megcsinálnak, úgyhogy már nagyon, nagyon el tudnak fáradni. Ja, általában az ember a gozdulatokra gondol, meg a hajtra gondol, de biztos van ennek egy filozófiája is, egy gondolatisága. Mi az, amit ez képvisel? Hát szerintem nagyon jó nevelő hatása van, rengeteg visszajelzés jön felnőttektől, hogy ők gyerekként jártak ide apukámhoz akár pár évre, és hogy mekkora értéket adott ez neki az életében, mert a kitartás a munkájában is meglátszott, tehát hogy egy csomó minden, ez a tisztelettudás, ez meglátszik az embereken, ha csak egy pár évet vagy itt gyerekként, akkor is egy kicsit más irányba terel. Mert ugye sokszor mondom azt, hogy nem vagyunk olyanok, mint a többi ember, ezt arra nem vagyunk különbek, hanem arra értem, hogy egy kicsit, ugye mivel ez egy hierarchikus rendszer, itt a magasabb övesek, ugye aki több tudással rendelkezik, azoknak a hát nem azt mondom, hogy a szava szent, de hogy ugye ők diktálnak, ők mondják meg, és itt ilyen teljes elfogadás van. Tehát, hogy mondják neked, hogy mit csinálsz, és azt megcsinálod. És ugye ez azért sokat tud adni az életben is, tehát, hogy meg ugye fegyelmezett vagy, van, amikor több 10 percig kell ülnöd csöndbe figyelni, hogy mi a gyakorlatsor, akár gyerekként is, amikor magyarázzák, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy ez az életére is kihat, az iskolára is kihat, később a munkára is kihat, és ad egy családot. Ad egy családot a későbbiekben, mindig ugye jöhetnek edzeni, vannak teljes családjaink is, akik már itt vannak, és itt a mi kis családunk részévé válik. Segítjük egymást, mint a való életben is, a gyerekeknek is egy csomószor tudunk nyújtani segítséget. Vannak olyan gyerekek, akiknek ugye nehezebb a sorsa, vannak páran olyanok is, akik járnak hozzánk, és itt otthonra találnak. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy csodálatos az, amilyen pozitív hatást látok ebből, hogy nem csak sporták, hanem egy olyan, jól mondtad, életfilozófia az egész. Ugye 40 éves az intézmény, nagyon komoly felelőssége van, nagyon komoly múltja van, nyilván elképzelhető, hogy generációk is részt vennek, is lehet, hogy apa, aztán gyermeke, stb. Ezt a felelősséget, ezt nyilván ápoljátok és tisztelitek, de ennek súlya is van. Igen, én próbálom az apukámtól megtanulni ezt, hogy ő még azért, ugye hát mögötte van a tapasztalat, ő még ezeket a dolgokat sokkal jobban tudja kezelni. Én próbálok mindent, tehát hogy ez a felelősség azért elég nagy, mert hogy rengeteg gyereket és generációt nevelt már ki, és nevelek már én is ki, sőt van már nekem is, milyen érdekes, nekem is van már olyan, aki óvodásból már felnőtt lett, tehát hogy ezt látni, ahogy fölnőnek a gyerekek, és hogy milyen hatással van rájuk, ez nagyon jó dolog. És milyen érzés az, mert nagyon fontos, hogy az embernek legyenek mesterei, aztán van, amikor már ő lesz valakinek a mestere, de ezek nagyon sok mindent tudnak adni. Igen, rengeteget, és nekem is még a mai napig megvan az, hogy van, persze, hogy vannak előttem mesterek, de nagyon furcsa volt, mikor elkezdtem tanítani, hogy én hogy fogok megfelelni, úgymond, annak, hogy úristen, most nekem kell, én hogy lehetek hiteles? Ez is egy nagyon mély érzés volt bennem, hogy tudom hitelesen átadni ezt az évet. De az évek folyamán ugye rengeteget izzadtam itt bent a dozsóban, így át tudom, tehát hogy én is át tudom már élni, és át tudom adni, de egy nagyon érdekes érzés ez az egész. Ha számokat tudunk mondani, nyilván most a Covid miatt az egész bizonytalan, meg átformálódik, de mondjuk egy évben általában hányan fordulnak meg itt? Én azt mondanám, körülbelül az átlag egyszámunk az szerintem 60-70 fő körüli, most itt a Covid-nál tényleg nem tudok pontos számot mondani, de 60-70 fő körüli, és azért elég nagy a lemorzsolódás, tehát hogy tényleg kitartás kell ehhez, hogy egy sportágban megmaradják. Én szerintem egy évben olyan 200 ember biztos, hogy forgóban megfordul, és akkor abból megmarad mindig a 80% az, aki megmarad. Ha valaki meg kellene győzni arról, hogy miért válaszza ezt a sportágat, mi az, amivel meg lehetne győzni, vagy behúzni, de mi az, amit itt kap, és más sportágtól nem kapná meg? Hát én rátérnék erre a család részére, tehát, hogy nagyon, nagyon elfogadunk mindenkit, nagyon
nagyon befogadunk, mindegy, hogyha hátrányos, mindegy a bőrszín, a nem, mindegy az életkor, tehát tényleg van, jaj, nem is mondtam, vannak idősebb generációnk is, vannak, akik 65 évesen karatéznak, és 50 évesen kezdte el, tehát, hogy nincs időkorlát se, mindenkit várunk szeretettel, nincs megkülönböztetés, nincs az se, hogyha neked úgy érzed, hogy nem megy ez a sportág, akkor is egy hobbi szinten ezt mindenképp meg tudod tanulni, át tudod venni ezt a filozófiát.